Budapesten az MTK atlétikai centrumában rendezték meg a Szuperliga döntőjét, amelyben számonként 8 versenyző állt rajthoz. A felnőttekkel együtt versenyeztek a serdülők is, akik között a nyíregyházi Balogh Levente 100 méteren a harmadik helyen ért célba. A nagyoknál a diszkoszvető Szikszai Róbert és 800 méteren Osváth Krisztina a második helyen végzett, a súlylökő Kerekes László és 400-on Osváth Krisztina harmadikként zárt. Bakosi Bélának 3 tanítványa is érmet szerzett a versenyen. Péter 215 cm-rel megnyerte a magasugrást. Sajnos irreális körülmények voltak, sokkal jobb állapotban volt, mint mondjuk az eredmény tükrözi, de ebben az esős, hűvös időben azt gondolom, hogy nagyon jó eredmény. Ugyanez vonatkozik a többi versenyzőre is. Zajász Petra, akit ugye Debrecenből igazoltunk idén, aki a főiskolai tanulmánya miatt került Nyíregyházára. Ő második helyen végzett női hármasugrásban, és távolugrásban mellékesen még egy hatodik helyet tudott hozni egy hatodik helyet. Pár Robin a szokásához híven mindig dobogón szokott végezni, most a hármasugrás volt az, ami egy harmadik helyet hozott neki. Igaz, az eredménye szintén nem volt valami jó, tehát az egész megyén rosszul ugrott ebben az időben, és még távolugrásban negyedik helyen tudott lenni. Az eredmény nem volt ott sem igazán jó, viszont a helyezés az megfelelt a ranglistán elfoglalt helyének. A körülmények ismeretében az aranyérmes magasugró Bakosi Péter elégedett volt a szereplésével. Örülök az eredménynek, mivel nagyon rossz idő volt, és a körülmények nem voltak alkalmasak arra, hogy egy jót ugorjak, de stabilan sikerült ezt is hoznom. Ez a szezonom elég érdekes volt, mivel volt egy hosszabb sérülésem, ami ugye megadta az alaphangolatot, mire ugye feljövőbe lettem volna sajnos, addigra már nem nagyon voltak versenyek, meg ugye mint tudjuk, az Univerziádért se vittek ki, de úgy gondolom, hogy ez nagy erőt ad nekem arra, hogy következő év jobban sikerüljön. Bakosi Péter több nyíregyházi atlétával egyetemben a hétvégén Székesfehérváron áll rajthoz az országos csapatbajnokság döntőjében. A Nyíregyháza Debrecen vegyes csapat címvédőként várja a versenyt.